Márk evangéliuma 8. részének 27. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Jézus elindult tanítványaival együtt Cézarea Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte a tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek. Keresztelő Jánosnak. Mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a próféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti, kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, és el kell vetetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt erről a dologról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni. Ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta. Eredj mögém, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot, tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszíti. Aki pedig elveszti az életét én értem és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vol? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet, e parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön atya dicsőségében a szent angyalokkal. Azután így szólt hozzájuk, bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött hatalommal. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, az a szakasz, amit felolvastam, az óriási nagy fordulópont az evangéliumban. A múltkor már beszéltem róla, ugye csak az első feléről beszéltem, arról a feléről, amikor az Úr Jézus megkérdezte a tanítványaitól, hogy ő róla mit gondolnak az emberek, illetve mit gondolnak a tanítványok. És akkor Péter, ugye beszéltünk róla, Péter jó választ adott, és mégsem. Azt mondta, hogy te vagy a Krisztus, ami igaz, ugye mi tudjuk, hogy az mi minden takar, csak Péter még nem tudta, hogy az mi minden takar. Azt mondta, te vagy a Krisztus, az a felkent, akit Isten ígért, aki helyreállítja Isten országát, csak ő valami sikerembere gondolt. Nem gondolt arra, hogy hát talán annak az embernek az életében ott lesz egy nagyon sötét időszak. És ezért az Úr Jézus ezt elkezdte magyarázni, miközben ugye parancsolta a tanítványainak, hogy egyelőre ne szóljanak senkinek arról, hogy Jézus a Krisztus. Mert akkor a többiek is félre fogják érteni, és egyre nagyobb kárt fognak tenni. Ugye az egyházban a féligosság nagyon veszélyes dolog. Tehát ez a rész lezárul, az Úr Jézus önmagáról mondott már valamit, hogy meg fog halni, de föl is fog támadni. És utána összehívja az összes embert, aki abban a pillanatban követi őt. Tehát a 12 tanítványt, meg a többieket, mert voltak azért mások is. És akkor ugye mondja azt a néhány verset, azt a néhány mondatot, amit felolvastam, a 34. verssel kezdve az Úr Jézus mindenkihez szól. Tehát nyilvános tanítást mond, és igazából az a 34. vers, amit újra felolvastam, az egy döbbenetes felhívás.
amit az Úr Jézus mond, hogy aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mindjárt fogunk erről beszélni, hogy miért ilyen döbbenetes. És utána az Úr Jézus három okot mond, hogy miért mégiscsak jó azt tenni, amit ő mond. Az egyik a 35. versben van, a második a 36. 37. versben van, és a harmadik oka annak, hogy miért mégiscsak jó azt tenni, amit az Úr Jézus mond, az a 38. versben van. Aztán lezárja ezt a szakaszt a 9. fejezet első versével, ahol egy biztatást mond. Ugye nem szabad csak negatív dolgokat mondani, valami kitekintést is kell adni, hogy de azért, miközben jönnek a nehéz dolgok, aközben meg fogjátok látni, hogy ez miért volt jó. Ahogy amikor az Úr Jézus önmagáról beszélt, ugye nem csak a szenvedéséről, a haláláról beszélt, beszélt a feltámadásáról, csak valahogy majd a következő szakaszokban látjuk, valahogy a tanítványok nem fogták föl, hogy az Úr Jézus mi mindent mondott, nem akarták az egészet megérteni. Na igazából a mai napon csak erre a döbbenetes felhívásra lesz időm, hogy egy kicsit elmagyarázom, hogy miről beszél az Úr Jézus. Aztán remélem, hogy a következő két prédikációban el tudom magyarázni az egész szakaszt, egészen a 9.1-ig, hogy legalább összeálljon bennünk is a kép. Ugye a helyzet az, hogy az Úr Jézus azokhoz az emberekhez beszél, akik eddig is követték őt. Ugye erről már beszéltem a múlt héten is, hogy ezek az emberek eddig csak sikereket láttak. Az Úr Jézus eddig egy nagyon sikeres ember volt, ha szabad így mondanom, ha szabad ilyen szót használni az Úr Jézusra, mert ugye mit láttak az emberek? Az Úr Jézus tanította az Isten útját. Milyen alkalommal ebbe belekötöttek az írástudók, akik azt mondták, hogy nem így kell értelmezni a dolgokat, és az Úr Jézus azért elég hatékonyan elmagyarázta, hogy mégiscsak neki van igaza. Ugye egy. Kettő. Azt látták ezek az emberek, hogy bárhova megy az Úr Jézus, meggyógyítja a betegeket. Nem csak a testi betegeket, hanem még azokat a betegeket is, akikben valami tisztátalan lélek van. Ugye abból kiderül, hogy az Úr Jézusbe isteni erő munkálkodik. Aztán volt olyan helyzet, hogy éppen nem volt ennivaló, de az Úr Jézus arról is tudott gondoskodni. Ugye azok az emberek, akik követték az Úr Jézust, a tanítványok meg pláne, azok ugye mindent láttak, de voltak emberek, akik már egy darabig ott vannak az Úr Jézus mellett, ilyen sikeres dolgokat láttak. És ugye, jó egy sikeres ember közelébe lenni. Nagyon jó ott lenni, ahol valaki mindenkit meg tud gyógyítani. Nagyon jó ott lenni, ahol valaki akár ingyen is tud ebédet osztani, vagy vacsorát. Ez egy jó hely. És ezekhez az emberekhez fordul az Úr Jézus, és nekik ugye üzeni, hogyha továbbra is követni akarják őt, akkor jó, hogyha a teljes igazságot tudják. Ugye ilyen emberek vannak ott, sok minden jót tapasztaltak az Úr Jézustól. És nekik mondja az Úr Jézus, ha valaki, és akkor hozzáteszem így zárójelben, továbbra is, utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Ezek az emberek sok mindent láttak az Úr Jézustól, és mindaz igaz volt, csak még nem ismerték a teljes igazságot. Ugye ugyanúgy, mint Péter, amikor mondja, hogy az Úr Jézus a Krisztus, csak ő valami másra gondol. Nem teljes az ő képen. Ugyanúgy vannak ezek az emberek is. Nem ismerik az Úr Jézust még teljesen, úgy, hogy kellene. Nem tudják még pontosan, hogy mit jelent az, hogyha valaki keresztjén lesz. Tehát a Messiás követője, a Krisztus követője. Mit jelent az, hogyha az ember hívő lesz? Az Úr Jézus Krisztusba való hittel rendelkezik. Az vajon mit jelent? És azt mondja most az Úr Jézus nekik. Vegye fel a keresztjét, és kövessen engem.
Az Úr Jézus, ugye, ha valaki én utánam akar jönni, tegye ezt, tegye azt, és kövessen engem. Az Úr Jézus elsősorban arról szól, arról beszél, hogy csak egy ösvény van. Ha valaki az Úr Jézushoz akar tartozni, akkor őt valóban követni kell. Tehát ha valóban az Úr Jézushoz akarok tartozni, akkor nem lehetek külső szemlélő, aki csak nézi, hogy vajon az Úr Jézus mit csinál, abból lejön nekem is valami jó, de ugye milyen a külső szemlélő, hogyha jönnek a nehézségek, hát akkor az már nem az én problémám, az az ő problémája. Hát eddig jó volt, én csak nézelődni jöttem. Hát eddig jól éreztem magamat, de ha ilyenről is van szó, akkor mégse akarok ehhez csatlakozni. De azt mondja az Úr Jézus, ezeknek az embereknek, akik eddig sok minden jót tapasztaltak az Úr Jézustól, hogy ez mind jó és szép, de ha valóban hozzám akartok tartozni, ha mindent meg akartok kapni, amit én tudok adni, akkor arra az ösvényre kell rálépni, ahol én is vagyok. És azon is kell maradni. És azt mondja az Úr Jézus, nem lesz könnyű. Ha azt mondja, ahhoz, hogy valaki azon az ösvényen járjon, amin az Úr Jézus, először is azt kell tenni, hogy az illető, tehát én, mert ugye itt rólunk van szó, ha követni akarom az Úr Jézust, akkor először is meg kell tagadnom önmagamat. És ugye, ez egy elég erős kifejezés. Ugye nem azt mondja az Úr Jézus, hogy ha valaki boldog akar lenni, akkor mondjon le vagyonának a feléről. Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy aki jó hívő akar lenni, az hetente egyszer mondjon le valamiről. Vagy ne legyen túl gazdag. Vagy néha-néha gondoljon másra is. Ugye nem? Nem azt mondja az Úr Jézus, hogy néha-néha mondjunk le valamiről. Vagy egy ideig. Azt mondja az Úr Jézus, hogy aki őt akarja követni, az tagadja meg önmagát, hozzateszem, csupa nagybetűvel, teljesen. Mert ugye tudjuk, hogy milyen ez a megtagadás. Egy kicsit is ismerjük a Bibliát, legalább a húsvéti történetet, akkor tudjuk, hogy mit jelent az a megtagadás. Amikor ugye elhurcolták az Úr Jézust. És már a váróteremben van, még nem vitték be a bíróságra, de a váróteremben van, és ott egy kis távolságra ott van Péter is. Este van, sötét van, de azért az emberek elbeszélgetnek egymásról, és egyszer csak valaki azt mondja Péternek, te figyelj, ugye te is ahhoz az emberhez tartozol. És akkor azt mondja Péter, emlékszünk, én nem ismerem azt az embert. Magyarul, ugye? Semmi közöm hozzá. Nevét se tudom. Na, ugye ez a tagadás. Az az igazi tagadás. Amikor valaki rákérdez arról, hogy nem én nem voltam-e XY-nak a barátja? És azt mondom, hogy én nem is ismerem azt az embert. Na azt mondja az Úr Jézus, na azt csináld. De magadra utalva. Ez a megtagadás. Ha követni akarod az Úr Jézust, akkor mit kell mondani? Akkor azt kell mondani, hogy semmi közöm magamhoz. Azt kell mondanom, hogy akárki voltam eddig, én felismertem, hogy annak semmi értéke nem volt.
akárki voltam és akárki vagyok, már nem akarok közösséget vállalni magammal. Mert ha magamra nézek, akkor olyan sok szemetet látok, hogy ez valami borzadály. Akkor inkább az Úr Jézushoz csatlakozom. Akkor inkább az övé vagyok. Mert ugye ő az imádságban is megemlítettem, ő az, aki azért jött, hogy megtisztítson bennünket. Ugye ezt kéri az Úr Jézus. Hogy a tükörbe nézve, akár lehet csinálni délután, ha jól esik. Vegyünk egy tükröt, belenézünk, és azt mondom magamnak, nem ismerem azt az embert. Az Ószövetségben egyszer, legalább az Ószövetség görög fordításában egyszer szerepel az a szó, hogy megtagadás, Ézsaiás 30:22-ben, amikor Isten egy proféciát jelent ki, hogy lesz olyan idő, amikor azok az emberek, akik az Isten népéhez tartoznak, de engedetlenek, el fogják dobni maguktól a bálványukat, a szobrokat, akikhez imádkoztak. Ugye azon az alapon, hogyha Isten nem segít, akkor van ott más is. Ez ugyanaz. Eldomom a bálványt. Lemondok arról a hamis biztonságról, hogy hát ha az Isten nem segít, akkor ott van valami más is. Ott vagyok én. Ugye? És hányan vannak? Ugye ez van az ember szívében, ez az ember alapgondolata, hogy mindent meg tudok oldani, de ha mégse, hát akkor ott van az Isten is. És nagyon vigyáznunk kell, hogy amikor az ember hívővé válik, akkor ne fordítsa meg a sorrendet, és mondja azt, hogy hát Isten mindenbe segít, de ha mégse, akkor majd oldom meg magamnak. Nem így van. Ez még nem megtagadás, akkor csak lemondtam valamiről. Az életem egy részéről. Vagy lemondtam arról a jogról, hogy én először mondjak tippet. Akkor először Isten mondjon tippet, de nem tetszik, akkor mondok egyet én is. Ugye nem arról beszél az Úr Jézus. Önmagamat megtagadni azt jelenti, hogy teljesen lemondok arról a jogról, hogy én határozzam el, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Mi a jó és mi a rossz. Hanem ebben a kérdésben mindig az Úr Jézushoz fordulok. Ugye, ha egy másik ember kezébe adom ezt a jogot, akkor biztos, hogy rosszul fogok járni. Ez a helyzet, hogy valaki más mondja, hogy mi a jó, az csak akkor vezet teljes boldogságra, hogyha a másik teljesen jó. Ha a másik visszaél a helyzetével, akkor bármilyen embert néhány év alatt bármire lehet rávezetni. Ha az ember egyszerűen azt fogadta el, hogy parancs az parancs. És biztos a főnök tudja. Ha valaki ezt gondolja, hogy valaki más biztos tudja, és vakon követem őt, akkor mondom, akkor néhány év alatt bármire lehet rávezetni az embereket. Volt erre már példa a történelemben. De az Úr Jézus kezébe tesszük le ezt a jogot. Egy olyan személybe, olyan személynek a kezébe, aki tökéletesen jó, aki soha semmit nem fog kérni tőlünk, ami káros lenne, akár ránk nézve, akár a telebarátunkra nézve, akár az Istenre nézve, akkor csak jól járhatunk, hogyha lemondunk a saját elképzelt egyébként jogunkról, hogy mi mondjuk a tutit. És ezt kéri az Úr Jézus.
És képletesen elmondja még egyszer. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Igazából az Úr Jézus még egyszer ugyanazt mondja, de azért mondja még egyszer, mert ugye benne van egy rejtett utalás. Már mondtam, hogy ugye az Úr Jézus arról beszél, hogy egy ösvényen járunk. De nem úgy van, hogy valaki lehet külső szemlélő, majd megnézi, hogy az Úr Jézus mit csinál, és abból lesz valami jó neki is. De fordítva sem, nem, az Úr Jézus nem olyan hadvezér, aki ugye ott a dombon áll, és akkor kiabál a fiataloknak, hogy menjetek a harcba. Ugye? Hogy milyen szívesen mondják ezt. Azok a hadvezérek, aki nem értik a dolgokat, hogy ugye az öregek a tanácsba, a fiatalok a harcba. Hát ha öreg vagyok, persze, hogy ezt így mondom, mert ugye biztos, hogy én jól járok. Hát halljanak meg a fiatalok. Nem! Az a hadvezér, aki ott van az emberek élén, és megmutatja, ha ti nem akartok harcolni, ha ti gyávák vagytok, akkor én megmutatom. Ugye az Úr Jézus azt mondja, egy ösvény van. És nem azt mondja, testvérek, menjetek bátran, én majd integetek, hanem azt mondja, utánam. És azt mondja, mindenki vegye fel a keresztjét. Ugye ebben van egy rejtett utalás arra, hogy az Úr Jézus mi lesz. Nem fogták föl, mi tudjuk, ugye, mi okosak vagyunk, mert utólag ugye mindent láttunk. A tanítványok itt még nem fogták föl, hogy miről van szó. Nekik ez egy borzasztó kijelentés volt. Ugye ők ismerték azt a keresztet. A kereszt az egy kivégző eszköz volt. Ha egy rabszolga annyira engedetlen volt, hogy rosszat tett a főnökével, tulajdonosával, ugye gyakorlatilag. És példát akartak statuálni. Akkor a rabszolga magára vehette a keresztjét, elmehetett a kivégző helyre, és ott a keresztre feszítették. Vagy hazaárulóknak szólt ez a kivégző eszköz. A bűnözők legaljának a kivégzésére szolgált a kereszt. A javíthatatlan rabszolgák, a hazaárulók. Ugye így ismerték ezek az emberek a keresztet. Most értitek, hogy milyen durva dolgot mond az Úr Jézus? Ha csak átvitt értelemben értem meg, ugye? És akkor élek, amikor az Úr Jézus ezt mondja. Még akkor is durva. Olyan vagyok, mint a rabszolga. Mint a javíthatatlan rabszolga. Akire nincs megoldás. Hazaáruló vagyok. És olyan múltkor beszéltünk róla, hogy van különbség a szülőföld és a haza között. A hívő embernek teljesen mindegy, hogy hol van a szülőföldje, de egy hazája van. Az meg az Isten országa. Abból csak egy picit láttunk, tapasztalunk meg, a gyülekezetben természetesen elsősorban, de majd eljön. Az Úr Jézus majd helyreállítja hazámat, ami tönkre ment. Olyan erők és hatalmak vannak, akik csak is tönkre akarják tenni. És akkor vajon én ilyen hazaáruló lennék? Hát, elárultam az Isten országát, volt már olyan. Tönkretettem már az Isten országát úgy, hogy azt se tudtam, hogy mit csinálok, csak utólag kiderül. Na értitek? Első halláson nagyon durva, amit az Úr Jézus mond. Aztán, ha egy kicsit belegondolunk, és az Istent is belevisszük, ha felfogjuk, hogy a legfontosabb az egész világon az Isten, és amit az Isten mond,
és ahogyan az Isten gondolkodik, és ahhoz képest mérlegelem, hogy az Úr Jézus itt mit mond, akkor remélem, hogy rájövünk arra, hogy ez tényleg durva volt, de igaza van. Ez tényleg durva volt, és fájt, de kellett az nekem. Hogy utána a tükörnek mondhassam, nem ismerem azt az embert. Ugye az Úr Jézus itt nem arról beszél, szeret, ugye, most már használják azt a szót, hogy valakinek keresztje van, azt már úgy használjuk, hogy hát valaki szenved valamitől. Lehet, hogy így ismerjük ezt. Egy-egy énekünkben is így van benne. Hogy sok keresztem van. De ugye akkor már kicsit szépítették a dolgokat. Mi az, hogy valakinek sok keresztje van? Abban az időben egy keresztnek a súlya, ha valakinek egész keresztet kellett hordoznia, 135 kiló. Na tegye fel a kezét, aki 135 kiló, akkor majd kicipelem, és akkor megmutatom. Hogy néz az ki, hogy valakinek sok keresztje van. Hát, akkor valaki nem értett, hogy miről van szó. Nem szabad így szépíteni a dolgokat. Itt a durvaságot is meg kell látni. Mert ez a durvaság segít abban, hogy kicsit lemorzsolódjon rólunk az a kemény köpely, amely megvédjük önmagunkat az Isten szavától, az Isten igazságától, az egyetlen gyógyszertől, amely segíthet bennünket abban, hogy megjavuljunk. Ugye a kereszt az önmegtagadás ne továbbja. Amikor már nincs más hátra, mint a halál. Amikor már semmi jót nem remélhetek attól a helyzettől, amiben vagyok. És persze nem szabad itt megállni. Ugye ezért tovább olvastam. Majd jövő héten és két hét múlva még beszélünk arról, hogy az Úr Jézus milyen okokat mondott. Hogy amit ő mond, az durva bár, de miért mégiscsak jó nekünk. De a 9.1-ben az Úr Jézus hozzátesz még ugye egy bátorítást. Bizony, mondom néktek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják, hogy az Isten országa eljött. Hatalommal. Ugye ezt hozzá kell olvasni? Amikor egy akkori ember ugye a keresztre gondol arra, hogy a hazáruló meghal a kereszten, akkor a gondolkodás ott megáll. Mert azt gondoljuk, hogy a halálé az utolsó szó. De aki ismeri az evangéliumot, az tudja, hogy az még nem a történetnek a vége. A kereszthez hozzátartozik az Úr Jézus esetében a feltámadás. Miután felfogtam, hogy hazáruló vagyok, és kész vagyok meghalni ennek a világnak, akár magamnak, az Úr Jézusért és az evangéliumért. Utána feltámadok. Ezért küldte el az Úr Jézus a Szent Lelket. Hogy bennem elkezdjen az igazi, az új, a halálálló élet. Nem a kereszt a vége, a kereszt a kezdet. Amikor meghaltam. De mivel nem voltam ki külső szemlélő, hanem azon az ösvényen jártam, amin az Úr Jézus, teljes egészében összeköttöttem az én életemet az Úr Jézuséval. Hittáltal, ezért részesülök mind abban, ami az Úr Jézusé. Bűnbocsánatban,
és örök életben. Meghaltam, és feltámadtam. Egyelőre csak lelki értelemben, de érzem a saját életemben. És látom a hívő közösségében, amikor más keresztényekkel összefogunk, és igyekszünk azt az életet élni, amit az Úr Jézus mond nekünk, akkor látom, hogy itt valami teljesen új van. Itt valami erő munkálkodik, itt valami hatalom munkálkodik, ami még segít is abban, hogy lemondjak a régi beidegződéseimről, és elkezdjem tenni azokat a dolgokat, amelyeket az Úr Jézus mond, és még sikerül is, és még áldás is van rajta, és ha nem sikerül, akkor már nem félek az Istentől. Elmondom neki, hogy Uram, én elrontottam, de nem így akartam, akkor te segítsél, nem én próbálom megoldani a saját problémáimat. Én nem gondolom azt, hogy a saját bűnbánatom miatt fog majd elfogadni az Isten, hanem lemondok a saját igazságomról, a saját igazamról. És újra meg újra mondom, hogy bennem semmi igazság. Nekem nem volt igazam. És azért nem volt igazam, mert nem figyeltem rád. Mert nekem csak akkor van igazam, amikor a te igazságodat teszem. Erről szól a keresztény élet. Tehát a vége jó, ha szabad így mondanom. De ne tegyük túl könnyűvé a kereszténységet. Ugye az Úr Jézus se csinálja. Legyünk őszinték. Persze, mindenkit szívesen meghívunk egy istentiszteletre. Ha valaki még soha nem volt istentisztelet, jöjjön el, hallgassa meg, miről beszélünk, próbálja felfogni. Az első 3 hónapban lehet, hogy úgyis csak keveset ért meg belőle, de szívesen elmagyarázzuk, hogy hogy gondolta a tiszteletes úr, meg lehet még egyszer végig hallgatni, meg elmagyarázzuk azokat a szavakat, amelyeket az illető nem tud, de a beszélgetés vége ne legyen az, hogy hát akkor te gyorsan megtérjél, és minden rendben lesz. Mert abból hamis megtérés lesz. Akkor ilyen külső szemlélő lesz, aki csak addig fog járni, és addig fog az Úr Jézus mellett maradni, amíg meg nem kapja az áldásokat, amíg meg nem kapja az ingyen vacsorát és az ingyen ebédet. De mondjuk azt, hogy szerinted jó az, amit az Úr Jézus mond? Tetszik? Felfogod, hogy ez mennyire más? Hát akkor rossz hírem van. Akkor a következő lépés az, hogy egy ösvényen járjál az Úr Jézussal. Ha mindenben akarsz részesülni, ami az Úr Jézusé, akkor arra az útra rá kell lépni, ami az Úr Jézusé. Akkor tagadd meg önmagadat, és vedd fel a keresztedet. És ha 3-szor próbáltuk lebeszélni az illetőt arról, hogy keresztény legyen. És 3-szor is azt mondja, de én az én Úr Jézushoz akarom tartozni. Akkor tudjuk, hogy az nem a saját gondolata volt. Ha tényleg azon voltunk, hogy lebeszéltünk róla, hogy nem lesz ez jó, nem lesz ez ugye végig boldog. Fog az fájni, nem csak kicsit. És lehet, hogy még mondtuk is egy-két dolgot a saját életünkből. Nem olyan jó ez a gyülekezet ám, hogy gondolod. Persze, most csak a jó dolgokat látod, de vannak azért feszültségek, vannak azért nehézségek. És nem csak áldás van a keresztény életben, van benne sok szenvedés, értitek? Hogy 3-szor is próbálom lebeszélni az illetőről. És amikor a 3-szor még mindig azt mondja, hogy de Márko, értsd már meg, hogy én ezt akarom. Jó. Akkor jó. Akkor tegyük össze a két kezünket, és akkor beszélgessünk az Istennel közösen. És akkor mondd el neki, hogy te mit akartál volna nekem mondani. Mert akkor megértette, hogy miről van szó. Legyünk őszinténk, és legyünk realisták, amikor a kereszténységről beszélünk. A kereszténység az ez, amiről itt az Úr Jézus beszél. Nem ismerem ezt az embert, csak azt az embert. Nekem semmi igazam magamban, neki mindig van igaza mindenben, amit mond. Ezért igyekszem azt tenni, amit ő mond. És ha nem sikerül, elmondom neki, hogy hol tartok.
félelem nélkül, mert én tudom, hogy ő szeret engem, és ha éppen nem sikerült, akkor ő segíteni fog abban, hogy legközelebb jobban sikerüljön. Na ez a keresztény élet. Megtagadni önmagamat, és felvenni a hazaáruló keresztjét. Amen.